Összeállt itt a kép. Érkezik ide Szólenka betonka. És van még azon kívül négy ló. Van a Vajant Egi, van az Egon Csődör és az Olasz Kanca. Ennyi. 6 darab ló. Ribizléket nem számoltam, azok mennek ugye Tóbin, sőt már kinn is vannak, dolgoznak, úgyhogy ennyi. Elfáradtam, meg kell, hogy mondjam. Az, amelyik az első lesz, ugye, hogy hagymavágás, és elkezdem csinálni a csülkös bakomat, hogy legyen hamikám. A lányaim nem hiszem, hogy esznek belőle. Ugye várom, Szólenka betonka lassan itt vannak. Norbiék bementek, Hongkongék bementek, csatlakoznak Árpival, és lenyomják ezt a kettőt, tehát Vajant Egi, Olasz Kanca, Egon. Ennyi, ez a kettő is ügyes legyen itt. Szerintem akkor lelkiismeretünk tiszta, hát 4-1 van. Hiába voltunk ezeren, azért elmentek hosszú munkák, voltak több séta, több melegítő. Hát azért nyomtuk. Jó, elég a pofámból, lerakom. És itt a traktor is, akkor megyek az ászlóért. Az én munkám, amikor itt vagyok, a Robi barátom, aki lovas volt régen, ugye egy Benkő dinasztia, ugye lovas család mindenki. Most ő ezt választotta, hogy eljött inkább pályamunkás, meg traktorozik, mindent csinál. Értő mindenhez is. Felesége Tina pár hete ő csinálja a könyvelésünknek egyik felét. Bejelentéseket intézte, egyebeket. Nagyon fontos dolgok ezek. Én nem szeretek úgy aludni, hogy idegeskedek, hogy milyen. Ide nyugodtan jöhet ellenőrzés. Sőt, a Horák Robi barátunk még fenyegetgetett is, nem tudom mivel, holott ő lopta el a nyergünket, a nyergemet. És hogy ide küldje a navot, hát küldje a navot, ő fog égni. Nyugodtan, tiszta szívvel vállalom. Tiszta szívvel vállalom, de én meg nehogy a rendőrségre menjek a nyergem ügyébe. Robikánk itt van. Bemutattam a családot, bemutattam a Tinát, mint új titkárnőm. Robikám, szia! Szia! Olasz gépbe döbbök. Megtolja! Na várjál! Beindul az érde. Kicsit rásegítek. Na! Na kurva, ne tolass! Ne! Elő! Na! Hopp! Belendítettem, itt már legurulsz. Szívesen! Anyám, mindenhol segítettem. Mindenhol ott vagyok, hogy pont szükség van rám. Ez nagyon jó érzés, ám. Akárhova megyek, mindenhol szükség van rám. Egy apró kis nüansz, kis segítség, vagy egy kedves szó, vagy akár emberek életét megváltoztatja különben. Bizony egy jó kedves szó, kis dicséret, kis önbizalom erősítés, nagyon kell. És aztán is ezből mondok különben. Persze nem az ilyen álszentizék kellenek. Néha az őszintének is kell lenni. Lerakom, mert pofázok megint a semmiről már 3,5 perc legalább. Tehát Szólenka betonkát várom.